estét kívánok, Önök a Boglári Krónikákat látják. Mai műsorunkban többek között szó lesz boglári programokról, a Balatonlellei templom történetéről, a Matthiász napokról és egy hangversenyről, s persze nem maradhat el Jácint kollégánk összefoglalója a Balaton Boglári Teremfoci Bajnokságról. Ezzel kezdünk. Szerezték még a Video FC góljain Takács. Ezen a héten is összevont fordulókkal folytatódott a Balatonboglári Teremlabdarúgó Bajnokság az Urányi János Sportcentrumban. A hétfői játéknap első összecsapása a Kollégium Fekete Tulipán találkozó volt, melyen a kollégisták 6-4 arányban felülmúlták a Fekete Tulipánt. A bogláriak találatain Vidovics, Kucsera, Varga és Kulcsár osztoztak, míg a Fekete Tulipán találatait Varga Tamás, Kovács Gyula és Gála összerezték. Maradt az a játéknap második összecsapása az anonim Lellei öregfiúk találkozó volt, melyen a boglári fiatalok 5-0 arányban legyőzték a Lellei öregfiúkat. Boda, Muszti és az anonimból Bérci, Benei, Fazekas, Balog, majd ismét Fazekas volt eredményes. Video FC összecsapás. A hétfői harmadik találkozó a Lions Video FC összecsapás volt. A kiegyensúlyozott mérkőzésen végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, aztán a győzelmet a Lions hátsó alakzatának gyengékedése miatt a Video FC szerezte meg. A Lions góljait Martinka, Varga Szabolcs és Szilágyi szerezték, míg a Video FC góljain Takács, Himics, Bene és Lipták osztoztak. A Lions gólját szerdán két mérkőzést rendeztek meg. A Food France Lellei öregfiúk találkozón a Food France 11-2 arányban múlta felül a Lellei öregfiúkat. Az öregfiúk első találata öngól volt, míg második találatukat Göncz Attila szerezte. A Food France góljait Vas, Kenéz, Tárnoki, Varga és Kalász szerezte. Kovács következő mérkőzésen a Big Team 3-10 arányban alul maradt az Áliga ellen. Big Team első két gólját Porvásnyik, míg harmadik gólját Balogh Csaba szerezte. Az Áliga góljait pedig Szlatovics, Klotz, Csiszár, Boda, Muszti és Nagy Péter szerezték. A csütörtöki játéknapon három mérkőzést rendeztek. Az első ezek közül az Áliga Video FC összecsapás volt, melyen a Video FC 3-2 arányban felülmúlta a boglári öregfiúkból álló csapatot. Az Áliga góljait Muszti és Nagy Péter szerezték, a Video góljait Fejfer és Lipták. A második összecsapás a Lions Food France találkozó volt. Az eddig minden mérkőzését megnyerő Food France magabiztosan húzta be a győzelmet és 4-1 arányban felülmúlta az oroszlánokat. A Lions gólját Szilágyi Szabolcs szerezte, a Food France-nél Kenész Szabolcs 2-10-ben, majd Tárnoki és Grasz volt eredményes. Csütörtöki utolsó találkozó a Granit-sziget Fekete Tulipán meccs volt, melyen a granitosok két gólt szereztek Lakics András és Szabó Balázs révén, amire a Fekete Tulipán 4-jel tudott válaszolni. Kovács, Ari és Nagy 2-10-ben volt eredményes. Az összevont forduló után a tabella következő képet mutatja. Első a Video FC 7 mérkőzésen szerzett 19 ponttal, második a Food France 6 mérkőzésen szerzett 18 ponttal, harmadik az Anonim Gárdája 7 mérkőzésen szerzett 13 ponttal, negyedik a Kollégium 7 mérkőzésen 12 ponttal, ötödik a Lions 7 mérkőzésen szintén 12 ponttal, de gyengébb gólkülönbséggel.